Kisteleki Horgász Egyesület 2022-es évéről kérdeztük Nagy Lajost, az egyesület vezetőjét. A Kisteleki Horgász Egyesület 2022-es évéről kérdezzük Nagy Lajost, a Horgász Egyesület vezetőjét. Köszöntöm Önt, beszéljünk arról, hogy milyen versenyek voltak a múlt évben, ugye volt tábor is, hogyan is zajlott ez az év. Köszöntöm én is a nézőket. Az egyesület életében megint mozgalmas évet zártunk, 7 versenyt rendeztünk, ebben volt úszós verseny, féderverseny, egyéni páros verseny és az évvégi szilveszteri hagyományos horgászverseny. Érdeklődés szempontjából szinte azt lehet mondani, végig telt ház volt a horgászversenyeken, kivondottan a szilveszteri, ahol 43 főt tudtunk leültetni, és nagyon sokan szerettek volna, még csak a hely szűke véget, így nem tudtunk mindenkit fogadni. Volt ugye 2022-es évben is táborunk, 25 táborozót tudtunk foglalkoztatni. Most annyiban változott a tábornak a menete, hogy volt a kezdő és volt a haladó korosztály, ahol két csoport volt, akik tulajdonképpen azok voltak a haladók, akik korábban már részt vettek a táborban, és akkor őket nem kellett teljesen az elejéről kezdve tanítani, és akkor úgy próbáltuk őket szelektálni, hogy két csoportra vettük, és akkor egyik csoporttal foglalkozott az egyik táborosztató, a másikkal meg a másik táborosztató foglalkozott. És annyi volt még a pikantériája, hogy ugye most szombaton ért véget a táborunk, és ott a tábor ott szülői és diák versennyel zárult. Tehát a szülők is ugyanúgy aktívan részt vettek a gyerekeknek a versenyében, csatlakozhattak a versenyhez, és akkor így zárult a tábor a 2022-es évben. 20 mázsa halat telepítettünk, ez változó korosztály és változó faj, de főképpen a ponty az, ami dominált a hal telepítésben. Ebben az évben is szeretnénk majd tovább ezt a hal telepítést folytatni, ahogy a lehetőségeink engedik. Akkor a tavalyi évben meghaladtuk a 100 fő tagságot, ez beleértve a felnőtt, a gyerek, a hölgy és az urak létszámában. Úgyhogy hála Istennek a gyerekek és az ifjúságiak azok egyre szaporodnak, meg most megint egy taggal bővült a hölgy létszámunk, tehát így most már 3 hölgy horgásztársunk van az egyesületben. Erre az évre mik a tervek az egyesületnél? Igen, ez az év, ez kimondottan másabb lesz, mint a tavalyi év, mivel hogy ebben az évben lesz a 10. évfordulója, hogy hivatalosan egyesületé alakultunk, ezt szeretnénk valamilyen formában megtartani, megünnepelni. Ugyanúgy lesznek horgászversenyek, mint a tavalyi évben. Sőt, bővíteni is szeretnénk a repertoárt, tehát más fajta versenyeket is bele próbálunk vonni. Akkor ugyanúgy tábor szeretnénk megint csak csinálni a gyerekeknek, próbáljuk valamivel mindig újabb és újabb dolgokkal felturbózni a tábort, hogy ne csak egyhangú legyen, hanem valami gyerekeknek is legyen azért valami sikerélmény, élmény. És ugyanúgy a haltelepítést, hogy az előbb is említettem, szeretnénk ugyanúgy legalább annyit telepíteni ebbe az évben is, mint a tavalyi évben, és a mai, hogy sikerül, az a jövő zenéje. Ugye, amit mondtál, hogy 100 fölött van már a létszámotok, hogyha valaki szeretne csatlakozni az egyesülethez, hogyan teheti meg? Igen, az egyesület létszámát abba a módban változtattuk most. Ugye van a tagság, meg van a területi jegyes létszámunk, és most az őszi közgyűlésen a közgyűlés megszavazta, hogy idáig 60 fő területi jegyet tudtunk kiadni. Most 80 főre felhízlaltuk ezt a létszámot, tehát aki területi jegyet szeretne váltani, arra van lehetőség a 80 főig. A tagság az meg idézőjelben korlátlan lehet. Úgyhogy ebben módosult a történet, de elsősorban azokat szeretnénk a területi jegyhez hozzásegíteni, akik már korábban tagként várakozott ahhoz, hogy területi jegyet kapjon. A Kisteleki Általános Iskola 2022-2023-as tanévének első fél évéről kérdeztük Papnigubo Évát, az intézmény igazgatóját.
A Kistelki Általános Iskolában is lezajlott a 2022-2023-as tanév első fél éve. Erről kérdezzük Papnő Guba Évát, az intézmény igazgatóját. Köszöntöm Önt, kicsit összegezzük ezt a fél évet, mi is történt itt az iskolában. Így van, véget ért az első fél év a 22-23-as tanévben. Szerencsére most már a COVID utáni időszakban vagyunk, úgyhogy normális tantermi oktatási keretek között tudott lezajlani ez a fél év. Azt gondolom, hogy hál' Istennek most már ez a betegség is úgy tűnik, hogy elkerült az iskolánkat. Nagyon kevés alkalommal kellett a betegség miatt osztályokat karanténba helyezni, sőt már szinte nem is nagyon volt rá szükség. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy tényleg a normális régi kerékvágásba tudott folytatódni a tanítás szeptember óta, illetve hát a másik nagy sarkalatos problémánk és lehetőségünk volt, ez az építkezés, amely folytatódott ugyan, de már ebben a tanévben csak a belső munkálatok zajlottak, amelyek lényegesen kevesebb kellemetlenséggel jártak mind a tanárok, tehát a pedagógusok, mind a gyerekek és a szülők számára is. Azt gondolom, hogy elég hosszan elhúzódott ez az építkezés és ez az egész projekt, de érdemes volt várni, mert most már tényleg elkészült, és egy nagyon szép, élhető, tágas, tetőtéri tantermeket sikerült kialakítani, és a műszaki átadás meg is történt már, az eszközök beszerzése van még folyamatban, és az egész komplexumnak a használatbavételi engedélynek a kialakítása. Úgyhogy ha ez megtörténik, akkor minden bizonnyal szeptembertől már ezek a terek is a rendelkezésünkre állnak, és valóban egy modern 21. századi iskola fogja várni a tanulókat majd. A fél év zárásával ugye már csak egy napot kell aludni, hogy holnapi napon megkapják a gyerekek a bizonyítványukat, és hazavigyék a fél évi értesítőket. Azt gondolom, hogy az 534 tanulónkból az esetek döntő többségében mindenki becsülettel elvégezte azt a munkát, ami a feladata volt ebben a fél évben. Van egy-két olyan eset, amelyben még a következő fél évben egy kicsit jobban oda kell tenni magát a fiatalnak, hogy eredményes legyen majd a fél év vége, úgyhogy ezt nyilván mindenkinek figyelembe kell venni. De azt gondolom, hogy egy sikeres fél évet zárhattunk. A jövő héttől kezdődnek a szülői értekezletek, minden évfolyamban tartunk közös szülői értekezletet is, és megbeszéljük azokat az aktuális kérdéseket, amelyek most azt az évfolyamot a leginkább érdeklik. Itt különös tekintettel a 8. évfolyamra, ahol a továbbtanulás fog eldőlni most már a következő hetekben. Ugye február 15-éig kell, hogy eljusson hozzánk ez a jelentkezési lap, és azt mi továbbítjuk majd a középfokú intézményeknek, úgyhogy ez most egy sarkalatos kérdés, illetve hát minden év folyamon van egy-egy olyan kérdéskör, amit itt igyekszem ilyenkor közösen megbeszélni a szülőkkel, én ezt nagyon fontosnak tartom. A másik szívem csücske az elsős szülőknek a szülői értekezlete, hiszen most már elsősként ugye egy fél évet eltöltöttek az iskolában a kispajtások, és nagyon sok minden változás történt az ő életükben is. Hogyha ennek a szülői értekezletes napoknak vége, akkor február végén pedig egy farsangi mulatsággal szeretnénk véget vetni tényleg most már a télnek, és azt gondolom, hogy a születi bál is nagyon nagy sikerrel működött ebben a tanévben már. Köszönet a szülői munkaközösség aktív részvételének és tagjainak, és reményeink szerint egy hasonlóan sikeres farsangi mulatságot fogunk majd tartani február végén. Mik is várhatóak a második fél évben? Ugye a 8-osoké lesz inkább a főszerep, a ballagás, bankett. Így van. Hát a 8-osok most, hogyha túl lesznek ezen a felvételi eljáráson, ami március 8-áig, 10-éig fog tartani, hiszen a szóbeli felvételikre akkor kerül sor az időtájt, és utána április végéig fognak dönteni a középfokú iskolák, hogy melyik rangsorban elfoglalt hely alapján, melyik lesz az a középiskola, aki fölveszi őket, és erről az értesítést is megkapják.
Aztán a nyolcadikosok nyilván abban kell, hogy jeleskedjenek, hogy eredményesen tudják befejezni a nyolcadikos tanulmányaikat, és úgy tudjanak tovább haladni, hogy megalapozott legyen a középiskolába való érkezésük. Ezért azért fontos lesz még a tanulás a második fél évben is, de valóban készülünk a ballagásra, készülünk a banketre, készülnek a különböző táncokra, osztálytáncokra, keringőkre, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő számukra már egy kicsit azért ez a fajta búcsúzás is azért át fogja hatni a mindennapokat. Én azt tapasztalom, hogy ez a közös készülés, a közös programok, a táncpróbák, azok nagyon-nagyon összehozzák a tanév végére, a nyolcadik évfolyamot úgy közösen, úgyhogy ez is egy nagyon pozitív hozadéka itt szerintem, hogy a fiatalok így jobban megismerik egymást, meg egymásra találnak. A többi évfolyamnak pedig a feladat adott, sikeres továbblépéshez a megfelelő tanulmányi munkának az elvégzése. Hát itt különösen a hetedikesek azok, akiknél már számítani fog a hetedik évvégi tanulmányi eredmény, a továbbtanulásban nagyon fontos szerepet fog betölteni, tehát nekik most az a feladat, hogy tájékozódjanak, nézzenek, milyen irányba szeretnének majd tovább tanulni, milyen lehetőségeik vannak, és a továbbiakban hogyan fognak tudni majd a választott középiskola irányába elindulni, milyen egyéb feladatokat kell elvégezniük ahhoz, hogy sikeres legyen az ő pályaválasztásuk is. Autogén tréninget tartottak Kisteleken. Erről kérdeztük Zádori gyapja Zita, tanácsadó szakszichológust. Autogén tréninget tartottak ingyenesen itt Kisteleken. Erről és a tapasztalatokról kérdezzük Zádori gyapja Zita, tanácsadó szakszichológust. Köszöntöm Önt. Beszéljünk először is arról, hogy mi is pontosan ez az autogén tréning. Az autogén tréning egy olyan relaxációs eljárás, amiben megtanítjuk a saját testünkkel azt, hogy fogjuk tudni ezt a laza állapotot létrehozni. Itt, ha a történetét nézzük az autogén tréningnek, akkor egy Schulz nevű szakember az, aki ezt létrehozta. Schulz nagyon sokféle más technikát is tanult, például hipnózis, de rájött arra, hogy hát a hipnózishoz kell mindig valami külső ráhatás, tehát hogy akár egy terapeuta, akár egy hanganyag, és hogy ez függővé teszi az embereket. Tehát, hogy ezt az állapotot magunknak nem tudjuk létrehozni, csak hogyha valamilyen külső segítség van mellé. És akkor elkezdte tanulmányozni tényleg így a különböző relaxálási eljárásokat, eljutott egyébként Tibetbe is, Indiába is, tehát hogy nagyon sok relaxációs módszert elemzett végig, és arra jutott, hogy a legjobb állapot az az, amikor az alvás ébrenlét közötti állapotba vagyunk, tehát hogy még ébren vagyunk, de még nem annyira alszunk, és akkor ebben az állapotban a tudatalatti sokkal nyitottabb, és akkor ki tudnak fejeződni olyan tudattartalmak is, amik egyébként vagy álomformájában, vagy tudatosan abszolút nem is bukkannak fel az életünk során, és akkor kihasználta ennek a terápiás hatását is, tehát hogy tulajdonképpen ez relaxációs eljárás, plusz tulajdonképpen egy terápiás eljárás is. És akkor maga a működési elve az, hogy vannak mondatok, ezek a mondatok a testünk működéseire vannak kitalálva, vannak különböző formulák, először elindulunk tehát a vázizmoknak a lazításával, ez az autogén tréningnek egyébként az alapfoka, aztán utána jönnek a szerv gyakorlatok, tehát minden szerv működésére van egy-egy ilyen kis mondatocska, és akkor tulajdonképpen tehát, hogy itt az a középfoka, a szerv gyakorlatok, majd van egy felső foka is, az pedig a szimbólumterápia. Ez a csoport, ez hát úgy lett kitalálva, hogy autogén tréning szimbólumterápiás elemekkel volt, amit használtam a csoportom. Kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan is építettél fel egy ilyen órát, egy ilyen tréninget. Maga ez a csoportos találkozás, ez hát nem nagyon különbözött ugye az egyéni terápiától, mert maga a forgatókönyv az ugyanúgy zajlik, ugye megérkezünk, van egy ilyen kivel mi történt kérdés, mit hozott magával a csoportba, hogy tehát mondjuk az elmúlt egy hét, és akkor utána végigbeszéljük, hogy az előző alkalommal milyen tapasztalataik voltak itt a gyakorlással, ugye ezt a szöveget, ezt meg kell tanulni, és akkor otthon gyakorolni.
kinek milyen nehézsége volt, vannak műfogások, amiket ilyenkor lehet használni, tehát hogyha valakinek mondjuk nem sikerül több egyére sem elérni azt az állapotot, akkor tudunk ilyen tippeket is adni, hogy esetleg hogy próbálkozzon. Úgyhogy ezeknek az átbeszélése volt a következő fázis, aztán utána relaxáltunk, és akkor az új anyagot vettük. Ugye hétről hétre mindig kaptak valami újat, és akkor utána ezeknek a tapasztalatát beszéltük át. Majd a vége felé a csoportnak, tehát ugye a közepe vége felé, már kaptak szimbólumterápiás képeket is, és akkor ezeket általában relaxációs állapotban van egy ilyen szünetrész, és a szünetrészben, amikor ugye mindenki pihenhet egy kicsit, akkor szoktuk alkalmazni ezeket a képhívásokat. Ezek egyébként arra jók, hogy ha van valamiféle ilyen traumás esemény az életben, akkor mondjuk ezeket segít kioldani. Ugye van a trauma, van a jelen, és akkor a traumákhoz nem mindig férnek hozzá az emberek. Nagyon, tehát a kép, a trauma, a jelen között van egy kép, amiben bele lehet rakni ezeket a múltbéli traumákat, és ez egy ilyen elég biztonságos traumafeldolgozási eljárás. És akkor ezek voltak még a csoportban. Ezekről általában készültek rajzok is, tehát hogy mi volt az, amit megtapasztalt, azokat átbeszéltük. Ez általában egy külön relaxációs folyamatban volt benne. Ezeket is átbeszéltük, és utána egy zárókör volt az, ami ki hogy megy haza, ki hogy érzi magát, és akkor így zártuk az alkalmakat. Ugye ez a tréning szülőknek szánták. Mik voltak a tapasztalatok? Ők mik mondtak? Hogyan is érezték magukat, és mit is adott így nekik ez? Ugye a csoportos, hát ilyen terápiás eljárásokra, vagy tréningekre jellemző az, hogy egyrészt, hogyha kialakul a bizalom, akkor osztódik ez a nehézség is, tehát mindenki egy csomaggal érkezett a csoportba, és hogyha ezt így tényleg csoport szintjén megosztjuk, akkor annak van egy olyan hatása, hogy tényleg ennek a felelőssége, vagy ennek a nehézsége osztódik, tehát hogy ebből mindenki vesz egy kicsit át. És ennek a hatása, ez nagyon erőteljesen érvényesült a csoportba. Kialakult egy nagyon jó intim légkör, amiben tényleg biztonságosan meg tudták osztani a résztvevők a belső dolgaikat. És hát igazából nagyon pozitívan nyilatkoztak arról, hogy milyen volt ez a csoport, mindenki, tehát ami úgy nagy összességében, hogy mindenki boldogabb ment haza, vagy könnyebben ment haza ezek után, az alkalmak után. Mindenki nagyon várta, mindig péntekenként volt ez az alkalom, és akkor nagyon várták így a szülők. Sőt, a bejelentkezésnél, tehát amikor ugye kerestük a résztvevőket, akkor volt, hogy a pároknak a tagjai így lemeccselték otthon, hogy ki az, aki végül eljöhet a csoportba. Még a férfiak is ugye nagyon szívesen jöttek volna, de viszont általában ugye a nők nyertek, úgyhogy igazából anyukák voltak a csoportban. Kiknek is ajánlod egyébként ezt a tréninget, attól függetlenül, hogy most ugye szülők, édesanyák vettek részt, de fiatalabb, idősebb korosztály számára is ajánlotta ez? Hát általában már óviskortól vannak relaxációs gyakorlatsorok, általában ilyen mesés alapú gyakorlatsorok ezek, és tehát, hogy tényleg elég kicsi korban el lehet kezdeni a relaxációnak a bevezetését, aztán utána, amikor a 7.-8. osztályosak körülbelül a gyerekek, akkor szoktuk már a felnőtt relaxációs szöveget tanítani nekik. Egyébként mindenki nagyon fogékony rá, tehát hogyha egy ilyen tartományt kellene mondjuk mondani, akkor mondjuk így a 4-5 éves kortól egészen a 100 éves korig ajánlott maga a módszer, úgyhogy igazából mindenkinek ajánlott. Kunstár Attila adományokat gyűjtött a helyi gyepmesteri telepnek. Őt kérdeztük a gyűjtés részleteiről. A tavaly évben a gyepmesteri telepnek gyűjtött Kunstár Attila adományokat, erről kérdezzük is, hogy hogyan is jött ez a lehetőség, köszöntöm Önt. Mi alapján is jött ez Ön számára, hogy gyűjtést indítson? Jó napot kívánok! Először is nem egy személyben Kunstár Attila, hanem a Kft.-hez tartozik Farla doktor is, a helyi doktor Farla Csaba is, tehát az ő nevében is történik ez. Gyakorlatilag, amit itt gyűjtünk,
a gyepmesteri telep részére, az helyben kerül felhasználásra, tehát nem egy ismeretlen alapítvány, és ismeretlen célokra használja fel gyakorlatilag, hanem amit itt adakoznak nekünk, az biztosan itt marad Kisteleken. Mennyi pénzt sikerült egyébként összegyűjteni? A legutóbbi perselyben 47 ezer forint volt, durván. Az nem mondom, hogy sok, de azért hozzájárulunk az önkormányzat kiadásához. Uh-huh. És akkor pontosan hova is került ez, és hogy örültek neki, azért gondolom? A Kistelekváros pénztárosához került bontatlanul a persely, felbontották, megszámolták, jegyzőkönyvet vettek róla, és itt nem tudom, hogy 47 ezer forint volt. Egyébként mik a tapasztalatok, hogy eléggé adakozók az emberek, vagy... Eléggé adakozók. Sokak nem vették észre, hogy itt van ez a lehetőség. Hallottak róla innen-onnan, főleg amióta megjelent két labban is. Azóta javult a kedv, adományozási kedv. Akkor ebben az évben is lesz egy ilyen, hogy látjuk. Igen, már ilyet sikerült szereznem, hogyha majd rátetszenek közelíteni, úgyhogy újraindult, igen.